veszteni sokkal jobb, mint kapni. Adni csak is ez a szép érzést, szeretetet adni. Dicsértessék Jézus Krisztus, szép jó estét kívánok így hivatalosan is mindenkinek, és mindenkit szeretettel köszöntök. Mindenkit tehát szeretettel köszöntök most ennek a mai bálnak a kezdetén. Mindenek előtt egy kis történetet szeretnék elmesélni. A történet egy bölcsemberről szól. A bölcsemberhez nagyon sokan jártak tanácsot kérni. Amikor például valaki gyermeket várt, elment a bölcsemberhez, és a bölcsember megmondta, hogy majd fiú vagy lány születik a családba. Ha valaki azon gondolkodott, hogy földművesként mit a legjobb vetni, mivel a legkifizetődőbb foglalkozni az elkövetkező évben, elment a bölcsemberhez, és a bölcsembertől tökéletes választ kapott. Egyszer egy alkalommal egy kisgyerek elhatározta, hogy elmegy, megkérdez egy olyan kérdést a bölcsembertől, amire egészen biztos, hogy nem fogja tudni a választ. Ment a bölcsemberhez, ott kígyózott a bölcsember kapuja előtt a hosszú sor, mindenki ment a felnőttek közül, hogy különféle kérdést tegyen föl ennek a nagy szakállú és nagyon okos embernek, és akkor a kisgyerek sorra jutott, odállt a bölcsember elé, úgyhogy a két kezét összetette, és a két kezét, illetve a tenyerei közé egy kis madárkát rejtett el. Megkérdezte a bölcsembertől, hogy mi van a kezemben. A bölcsember ránézett így a kisgyerek markára, és azt mondja, hogy hát ebben egy kis madár van. A kisgyerek pedig egy másik kérdést is föltett neki. Maga szerint ez a kismadár itt a markomban él, vagy elpusztult? Ugyanis a kisgyerek gondolta, megvicceli egy kicsit ezt a bölcsember. Ha azt mondja, hogy él, akkor összenyomja a két kezét, és megmutatja neki, hogy ez a kismadár, ez már elpusztult. Ha viszont azt mondja, hogy nem él, szétnyitja a tenyereit, és elengedi a kismadarat. Mikor föltette a második kérdést, hogy éle ez a kismadár, vagy már elpusztult, a bölcsember ránézett a kisgyereknek a kezére, és csak annyit mondott, az, hogy ez a kismadár éle, vagy már elpusztult, ez csak is tőled függ. Hát bölcset válaszolt ez az ember, és most ezt a kérdést, ha föltetnénk mi a bölcsembernek, hogy itt csontavéren, lesz-e olyan család, ahol nem lesz fűtés az idei télen? Lesz-e olyan család, ahol nem lesz étel, mert annyira szegények és nehéz sorsúak? Lesz-e olyan család, ahol a családtagok nem tudnak mibe öltözni, és sorolhatnánk így a nehézségeket? Valószínű a bölcsember nekünk most azt válaszolná, hogy az, hogy lesz ilyen nélkülöző család, az csak is tőlünk függ. Hát ezen a mai estén azért jöttünk össze, hogy vidáman szórakozzunk, egy kicsit mulassunk, finomakat együnk. Viszont emellett, hogy így együtt vagyunk, segíthetjük azokat, akik nagyon nehéz helyzetben vannak. A falunk szegényei, mondhatjuk azt, hogy a mi kezünkben vannak, és csak is tőlünk függ, hogy nekik jobb lesz-e ez az elkövetkező néhány hét és néhány hónap, vagy marad olyan nehéz, vagy még nehezebb lesz, mint amilyen eddig volt. Hát én nagyon szépen köszönöm a Caritasos csoportunk nevében, hogy eljöttek, és hogy támogatják ezzel a bulival is, ezzel a bállal is a falunk szegény sorsú emberei. Külön szeretném megköszönni nekik, a Caritasos csoportunknak azt, hogy ilyen önzetlenül megszervezte az idei évben is ezt a bálat. Ha rajtuk áll, hogy lesz-e szegény ember, vagy nem a falunkban, akkor valószínű a bölcsember azt válaszolná, hogy nem lesz szegény, mert ők megtették a tőlük telhetőt. Ugyanezt elmondhatjuk Sanyi bácsiról,
és azokról, akik segítkeznek itt ő mellette, ők is megtettek mindent, ideadták a termet, lehetővé téve ezt a mai bálat. Ha ugyanezt a kérdést föltennénk a zenészektől, hogy lesz-e szegény ember itt Csantavéren, valószínű, ők is azt mondanák, hogy ha rajtunk áll, akkor nem, hisz önzetlenül eljöttek, hogy szórakoztassanak minket. Hát én nagyon szépen még egyszer megköszönöm, hogy már adakoztak, és hogy majd a tombolán keresztül is segítik falunk szegényeit. Kívánok nagyon jó szórakozást mindazoknak, akik már rendeltek vacsorát, jó étvágyat, akik pedig meggondolták magukat, mert nagyon finom vacsora készült oda bent a konyhában, akkor azok lehet, hogy még szólhatnak, és lehet, hogy kapnak valamennyit ők is. Mindenkinek jó szórakozást, jó étvágyat, és kellemes estét kívánok! Köszönöm szépen a lehetőséget az atyának, de szerintem nem sok mindennel kell kibővítenem a mondottakat. Köszönöm szépen én is a szeretetszolgálat nevében, hogy ilyen szép számban megjelentek, és hogy a mai estén is gondolom szép számon fognak adományozni. Amit még elmondok, a tombolákat szintén majd elviszük önökhöz helybe, meg tudják vásárolni úgy szintén, mint ahogy eddig, 50 dináros áron. Nagyon helyes, nagyon szép, és bizony vannak nagyon szép értékes ajándékjaink, és úgyhogy érdemes lesz vásárolni. Én is csak annyit tudok mondani, hogy köszönet önöknek, hogy itt vannak, és köszönjük azt, hogy önök segítségével ennyit fogunk tudni segíteni a rászorultakon idén télen is. Több mint valószínű, hogy kinek hogy kell, fontosság szerint tüzelővel, vagy élelmiszerrel, esetleg higiéniás csomaggal, ez mind-mind-mind attól függ, hogy őnekik mire lesz legjobban szükségük. Köszönjük szépen, jó étvágyat kívánok, akik vacsoráznak, további jó szórakozást!
sem, mert a víz is itt meg a járása, meg a zsípőjének a ringása. Száz arat itt nem adnám, száz arat itt sem adnám, mert a víz is itt meg a járása, meg a zsípőjének a ringása. Száz arat hiszem az este, hogy is megyek, a várhoz Pestre, mert a kiségednek a pálinka, ímódott a találra, táncolunk és mulatunk, az orgonákkal bulizunk, mert a kiségednek a pálinka, Yeah.
mi a hatalomnak is hatalom, hogy jó és jó látsz. És az a miért család, elemel a szalmat, már meg a látsz. Jöjjél a hatalomnak is hatalom, hogy jó és nem látsz. Thank you.
Körülmegyünk, még az önkéntes adományokat még egyszer összeszedjük.